Áremelés után. Egyik központi élelmiszerüzletünkben megkérdeztük a vásárlókat, hogyan érinti őket az áremelés. Ön személy szerint hogy érintette az áremelés? Engem nagyon. Fiamnak adagja 1 liter tej. A gyümölcsös joghurtot nagyon szereti, az 10-20 most már. Én nekem minden napot eljutóba kell vásárolnom is sokat. Az előzetes kalkulációjai szerint gondolom végzett ilyet. Mennyivel fog többbe kerülni az élet egy hónapban most? Már úgy az élelmiszer része? Élelmiszer része. Hát nem előnyünk, hogy nem húsos a család. Egyáltalán inkább tésztás és főzelékes. Úgy a tejhűtőbe plusz 1000 forint. Mennyivel nőtt a napi kiadás áremelés után? Legalább 50%-kal. És bírja a család? Hát nagyon nehezen. Mi sikerül megspórolni a szükségest? Talán ruházkodásról, mert élelemről nem nagyon tudok spórolni. Hányan tartoznak a családba? 4-en, 2 pici gyerek. És mit gondol, havonta mennyivel lesz több a kiadásuk? Legalább 2000 forinttal. Meddig tűrőképes még a magyar lakosság ön szerint? Szerintem már nem, egyáltalán nem. Ez már a plafon. Meg kell gondolni, kérem szépen, hogy mekkora darabot vigyünk haza, meg maradjon-e, vagy ne maradjon belőle. Elgondolkodott már azon, hogy az áremelések után mennyivel több lesz a havi kiadása? Hát az az igazság, hogy nem. Szóval nem gondolkodtam még rajta, mert hogyha ezen gondolkodnék, hogy mire költök, tehát mennyit költök különböző dolgokra, akkor bele is lehetne bolondulni talán, mert hát nem elég az embernek a pénz, úgyhogy szóval... Hát az élet most nyilván drágább lesz. Miből tud még spórolni élelemre mondjuk? Talán abból, hogy 31-e óta, december 31 óta nem dohányzom, és hát cigaretta árak mellett naponta egy doboz cigaretta, én Sofit szívtam, az 22 forint most, hát naponta megspórolok 22 forintot, akkor azon tudok esetleg venni mást, tehát élelmiszert. És a következő áremelésnél miről fog leszokni? Következő áremelésnél? Az evésről talán.